A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Humorzsák, a Kabaré Club külön kiadása. Azt írták nekünk kommentbe, hogy mindegyik műsornál hosszú az intro. A kérésnek teret adva, ennek a műsornak rövid lesz. Két okból is. Az egyik nem kell olyan hosszú, mert senki nem hallgatja végig. A másik előbb kezdődhet a nevetés. Ez egy külön kiadás lesz, Humorzsák néven, azért, hogy emlékezzünk azokról a nagyszerű színészekről, mint például Kellér Dezső, Hofi Géza, vagy Majlák Mikes László, vagy éppen a többiekről. Ez az adás Gálvölgyi Jánosról fog szólni, bár én az RTL-en futó Gálvölgyi sorról a hajam égnek állt már a végén, de sok jelenetből azért akadt a rádiókabaréban is. Május 10-én került kórházba Gálvölgyi, aki azóta már otthon van, vagy szanatóriumban, de én úgy gondolom otthon. Egy biztos, rengeteget hallottam a kabaré csütörtökben, ami a rádiókabaré kívánság műsora volt. Ezt mi is csináljuk, csak éppen Kabaré Szatyor néven. A mai napig emlékszem, és akkoriban sosem voltam érzelgős típus, de a kollégiumi szobámban ültem és hallgattam az utolsó adásig. Mindig vártam a jelenetek egy házasságból című darabot, amin azért tudtam nevetni, mert a szüleim mindig így bohóckodtak egymással. De a gyors reagálású erők sem volt kutya, akár csak a nyúlszájas jelenet. Amikor megtudtam, hogy kórházba került, egyből felütöttem az archívumot, hogy mit tegyek bele, de semmi nem jutott eszembe, csak az, hogy gyógyuljon meg. Állítólag az első kérdése az volt, mikor felébredt, hogy lemente már a színdarab, aminek ő a főszereplője. A híradó sok mindenre jó. Megtudod ki, hol, mikor, ki volt a halálán, agy balesetnél, vagy éppen a szomszéd miért akarja eltenni lábalól a feleségét. Politika is van benne, de akkor már elkapcsolnak. De Gálvölgyi János követte az eseményeket politikai életben. 2014-es jelenetben bemutatja Gulyás Zoltánnal, hogy milyen egy bal és egy jobboldali híradó. Siket és nagyot halló nézőink, riportunkat a Teletex 888. oldalán feliratozva is megtekinthetik. Igaz, magyar nézőink, riportunkat a Teletex 888. oldalán a rovásírásra is megtekinthetik. Kassai Péter 6 éves kisfiú a Békásmegyeri lakótelep egyik 8. emeleti panel lakásában erősen köhögött. A szomszéd lakásban lakó Balogh Gyula kamerán kívül elmondta, Kassaiék 4 éve laknak a házban, és szorgalmas, csendes emberek, a kisfiú korábban alig köhögött. Kassai Péter 6 éves kisfiú a Békásmegyeri lakótelep egyik 8. emeleti panel lakásában erősen köhögött. A szomszédban lakás... Helyesbítek. A szomszéd lakásban lakó Balogh Gyula kamerán kívül elmondta, a kisfiú azóta köhög, amióta Gyurcsány Ferenc Náthással lakósági fórumot tartott, és többször is tüsszentett, de zsebkendőt nem vett elő. A közös képviselőt is megkereste. Kassaiéknak 2 havi elmaradásuk van a közös költséggel, de nem hiszem, hogy ezért köhögne a kisfiú. A közös képviselő elmondta, hogy Kassaiéknak 2 havi elmaradásuk van a közös költséggel, de minden bizonnyal a rezsicsökkentésnek köszönhetően hamarosan ki tudják fizetni a hátralékot. Talán akkor a kis Péter köhögése is alábbhagy. Az édesanyja elmondta, hogy Péterke sokszor olyan köhögő görcsöt kap, hogy a férjével imádkoznak, nehogy megfulladjon a gyerek. Viszont csillapodik a köhögése, a kisfiú hála imát rebeg. Az édesanyja elmondta, hogy a család mélyen vallásos. Péter hittamból kitűnő. De amióta Gyurcsány Ferenc teletüsszögte a lakótelepet, meg sem merjük mondani a gyereknek, hogy a pápa is Ferenc. Dr. Pál
Pásztor Allegro körzeti orvos is nyilatkozott a híradónak. Péterke édesanyjával keresett fel a rendelőmben. A gyermek tokapios volt, de a légzése normálisnak mondható. Láztalan, a köhögésre köptetőt írtam fel neki. A kisfiú háziorvosa dr. Pásztor Allegro elmondta, hála az évek óta eltörölt 300 forintos vizitdíjnak, alaposan megvizsgálhatta ingyen a gyereket. Idézett tőle, csak a szülőknek mondtam meg, hogy a fiúk torka vörös. A kőgésére köptetőt írtam, melyet remekül fel tud majd használni, amikor Bajnai Gordon a telepre látogat. Az édesapa elmondta, hogy már régen tervezik, hogy egy jó levegőjű környékre költözzenek, de eddig ezt nem tudták megvalósítani. Az édesapa elmondta, hogy szerettek volna a jó levegőjű Sukoróba költözni, de a kaszinó beruházás tervétől visszariadtak. Talán Ócsán még akad egy kis zug, ahol meghúzhatják magukat, ott garantáltan nincs smog a tömegközlekedés miatt. A gyermekkel pszichológus is foglalkozott. Dr. Putnunki Piroska, gyermekpszichológus, tüzetesen kikérdezte a kisfiút, és rájött arra, hogy amikor a gyermek meglátott egy kis süteményes villát, rögtön köhögő görcsöt kapott. A kormányhoz közel álló pszichológus dr. Putnunki Piroska megfejtette, hogy az apró villa váltotta ki a rohamot. Kaptuk a hírt, hogy a kis Péter jövő héten már mehet iskolába. Zavartalanul hallgatja MP3-as lejátszóján a kedvenc számait. Ott jártunkkor zsidó kis barátjával a Ha elindul a vona, a szívem majdnem megszakad című számot hallgatták. Mint megtudtuk, a kisfiú jövő héten már ismét a katolikus osztálytársaival lehet. Ott jártunkkor minisztráns barátjával kedvenc dalukat hallgatták. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt. Balra van az iskola, esze súgja, menj oda. Mint hallhatták, Petike teljesen leépült. A jelenlegi munkájában szóltak, hogy ajánljam fel a Körmendi Kórháznak az adóm 1%-át. Én megmondtam, hogy nem. Uram, bocsánat. Az én adómat használják arra, hogy meggyógyítsanak embereket, és még az adóm 1%-a is kell nekik. Plusz, egyszer bungó volt velem az orvos, és ennek adjak 1%-ot. Inkább adom annak, aki megmondja, hogy milyen mocsokság folyik az országban. A vízidíjat sem értettem, miért kell bevezetni. Nem ezért fizetem a társadalombiztosítást? Pedig Dombi pont azért nézte meg a 300 című filmet, mert azt hitte, hogy a vízidíjról fog szólni. Az úgy kezdődött, hogy bementél, és már kérte a doki a pénzt, és még meg se vizsgált. Ebből született az a jelenet, amit Tóth Tibor írt, a címe az orvosnál. A vizitdíjat 2007-ben találták ki, de a jelenet 1998-ban íródott. Csak 9 évvel előzte meg a korát Bajor Imre és Gálvölgyi János szereplésével a jelenet. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, 3500! Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? 4000. Köszönöm, rosszul, de tessék mondani, mi az a 4000? Forint. Az egészségügyi szolgáltatás díja. Tudja, én a félreértések elkerülése érdekében mindig közlöm a kedves pacienssel, hogy milyen összegnél tartunk. Tetszik érteni, 4500. De azt hiszem, elmondja, hogy... Elmondja még egyszer? Isten, menj! Kérem, parancsoljon, helyet foglalni, 5000. És ha állva maradok? Már késő. Jaj! Most ezt a jajt, ezt már számolhatom panaszként? Nem, dehogy. Na, tehát mi a panasza, 5500? Hát kérem... Na, meddig várjak, 6000? Ne, hát mindjárt mondom, doktor úr. Főorvos vagyok, ez grátis. Igen. Drága főorvos úr, nagyon fáj a... Illetve... Na. Jó, hát kicsit fáj. Éppen csak, hogy érzem a... Ha. Tessék mondani, hát mim fájhat 2000 forintig? Hát kérem, belső szerv és ízület a szóba sem jöhet. Akkor a karom fáj. Igen, az alkarom.
Biztosan megerőltettem. Mutassa, 6500. Biztosan megerőltette, 8000. De hogy kizárjuk a komplikációkat, kell egy röntgen felvétel is. Ne, drága professzor, három kiskorú gyermekem van, a feleségem munkanélküli. Kérem, a röntgen ingyen van az önkormányzat jóvoltából, csak a ruhatárért kell fizetni egy ezres. Ne, inkább ne, ne. Na pillanat, felírok valami fájdalom csillapítót, 8... Ne, kérgen, ne. Ahogy tetszik, gondolj, nálam a beteg óhaja parancs, 8500. Ez a végösszeg? Ne, dehogy, kérem, egy pillanat, rögtön átszámolom. Ne, tessék, itt van 10000, tessék, nem kérek számlát, és nem is láttuk egymást, jó? Ne szóljon semmit, ne köszönjön, ne kívánjon jobbulást, ne mosolyogjon. Állj, és a kontroll? Jaj, ne könyörgöm azt. Kérem, az előírás muszáj megcsinálni. Nincs, értse meg, nincs, tudja mit? Beküldöm a feleségem, fiatal, csinos, biztosan megtetszenek egyezni. Egészséges? Igen, persze, egészséges és vonzó. Rendben, tessék egy boríték. Hát ez az minek? Na? Ja, hogy a hálapénz is? Na jó, tessék, köszönöm. De pillanat, még 350. Miért? A boríték. Ki ne emlékezne arra, amikor a zöld és a lila ultrák össze-vissza verték egymást a meccs után. Minden vasárnap és hétfőn ez ment a iradóba. Hogy mi történt? Nem tudom, miért kell bántani a másikat, csak azért, mert másnak szurkol. Ezt a kérdést a heti érdesben tette föl Gálvölgyi János. De most gondold el, hogy milyen lehet az, amikor a Kolosseumban van hasonló esemény. Erről szól a Szurkolók a Kolosseumban című jelenet, amit szintén Bajor Imrével közösen adnak elő. A szerző Megyesi Gusztáv. Figyelj már! Na végre! Ha jönnek már melegíteni, te meg tudod őket különböztetni? Az oroszlánok vannak sörényben, rabszolgák meg puszta kézzel. Hát azért ráírhatták volna a hátukra. Szervusz paraszt! Szervusz paraszt! Szervusz paraszt! De miért parasztozol? Hát otthon is így fogadjuk az ellenfél kapusát. Szervusz paraszt! Szervusz paraszt! Attól kész van egyből, aztán megvan az alaphang. Na jó, de ez elefánt vazeg. Ne húhog, ne húhog! Betiltja a FIFA stadion. Hát mi afrikai elefánt, nem? Te most másztál le a fáról, te áll, te fekka, te! Hát nézd már, mekkora orra van! Te nem izraeléhez véletlenül? De hagyjad már abba, hát oltári balhé lesz! Hát ottom még soha semmi nem lett belőle. Csináld már, hát ide jönnek a madáriósok, a baglyok, meg teli szarják a szektort. Hát nehogy azt itt már megijeddek, amikor a Fradi hírverő meccsen járt itt a Hipós Ferivel, zöld sprével belevéstük a Trajanus oszlopába, hogy furulást takarodj! Ismered a furulást? Ja, ismered. Ott van az oszlopon felülről a 20. sorba. Csazott a 30 régész vizsgája, és közben pöndörödik a szakálluk, érte? Na jó, de várjál már! Az újság is írta, hogy itt jártatok a Római Birodalom bukása című vezércik, külön kiemelte a Hipós Ferit. Ja, meg külön lóra pateroltak fel bennünket. Összetörtük a nyerget, kinyomtuk a szemét, felgyújtottuk, majd fölakasztottuk az ablájánál fogva. Hát de nem mi voltunk, érte? Na, várjál már! Várjál már! Ez a mennyire! Te elég tapogatózó a játék, alig marcangolnak. Jó, mondjuk ez szép volt. Hé, bíró! Hipszó után harapta meg, Hipszó után kiállítás. Hagyjad, Cézár! Áramot vezess, innen rabszolgál! Nem utogass már a hüvelykujjaddal! Hát melyik csináltam? Hát te nem adtad meg az elsőbséget a kereszteződésre! Menjél rá! Ja, te ekkora leventét kapni! Árnyékra harapod! Te figyelj, hogy hívják azt a hetest, akit az előbb fölrúgtak? Ja, az a Spari. A Spartacus. Úgy látom, megsérült, hát nem bír fölállni. Kelj föl, Spari, kelj föl, Spat! Te annak a 9-esnek mekkora sörénye van? Mi van, köcsög? Illetve amfóra, vagy hogy kell itt mondani? Hagyjad már!
Most hozták fel az ifi egyből, de már örjöng érte a közönség. Rágjál, Leo! Rágjál, Leo! Cseréljél már, Maximus! Hát ezek teli vannak Zsuzsóval, aztán idehoznak mindenféle légiót. Gá, gá, gá! Buzi etruszkok! Figyelj már! Hát ez nem rimmel. Ez nem MTK meccs, csak a Kapitólium ludai. Törlesztett! Hát ezután marcangolás? Hogy rabolnák vissza a Szabina nyádat? Szégyenszer, de ki fogunk esni. De pedig esküszöm neked, sokkal jobb az utánpotlásunk. Hát már 4 évesen oroszlánokkal szagoltatják őket, esti világítással felszerelt pályán. Csak utána valahogy megtörik valami. Az a hülye diszkó, meg a veszta tüzek, ez a kettő. Te, mi van az, hogy 16 éves korig fölveszük a versenyt, utána meg egyszerűen megesznek bennünk? MB2, nyugati csoport, nyugati csoport. Kiestek, podrók! Podrók! Te, figyelj, szerencsére az idegenben lerágott csont duplán számít. Hát ilyen, tehát a rabszolga megharapta az oroszlán pazar. Hát Dózsa Drucker legyek, ha ez nincs levajazva. Bunda! 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 Rajdjon meg! Te! Bunda! Vergilius! Vergiliuszka! Ezt írjad meg! Vaze! De úgyse mered, nem mered megírni, mert te hazudsz reggel, hazudsz nappal, éjjel, este is hazudsz. Hülyén vagy, mint a Lederer. Ölveszed a nagy lovettát a köcsök patriciusokkal, mi? Á! És ezek akartak Európa-bajnokságot rendezni. Vaze! Sokan nem tudják, de gyerekkorában visszahúzódó gyerek volt, és nem is volt önbizalma. Ezt átérzem. Én is visszahúzódó gyerek voltam, sosem voltam hangos. A pofám ott nyílott ki, hogy sok igazságtalanságot láttam és hallottam, de főleg azért, mert ahogy Hofi mondta, az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van róla győződve, hogy neki egy kicsivel több jutott. És ezt vallja. Szerintem Gál Völgyi is. Meg kell hallgatni mindkét oldalt ahhoz, hogy teljes legyen a kép. Erről szól egy lakógyűlés is. Ihos József tollából előadják sokan, Gál Völgyi Jánossal közreműködve. Tisztelt lakógyűlés! Lukinszki Mónika vagyok, a ház jelenlegi lakóbizalmia, valamint a Fővárosi Ingatlankezelők Demokratikus Szövetségének a Fidesznek a frakcióvezetője. Egyébként a lakógyűlés alatt nyugodtan küldhetek SMS-t, vagy e-mailt, elég ráírni, hogy 110. Az mi? Az e-mail bőségem. Akkor mindjárt föl is szólam, Lani. Ki még nem ismerne Bödő Dodó, vagy ahogy a nemzetközi piacon ismernek, Dodó Bödő, japán-magyar csupakamu cégügyvezető igazgatója. Most mit járt maga a japánokkal? Japán kocsikhoz légzsákot. Hogy csinálják? Úgyhogy a japánok hozzák a zsákot, én meg adom hozzá a levegőt. Szóval csak azt akartam mondani, hogy a feleségemet is megkörnyékezte egy internetes kalóz. Jaj, miből gondolja, hogy internetes volt? Abból, hogy webhely volt az arcán. Én lenni Licsengbong, a Józsefvárosi piac tornacipő és Mackó alsó szakosztályának PR menedzsere. Miért Mackó alsó? Mert még nem sikerült bejutni a felső körökbe. Most mit árul még? Lenni cintányér és olcsó baseball ütőbolt. Azt mondja meg, kisember, melyik üzlet megy a legjobban? Egyformán jól menni cintányér és baseball ütő. Miért? Mert aki venni nálam cintányér, annak szomszédja venni másnap baseball ütő. Hát, van is itt hangzavar? Maga csak hallgasson, a maga ura egész nap ordít. Már lumbágója van, és fájdalmába ordít. Na és nem teszel enne semmit? De teszek. Hát mit? Két füldugót a fülembe. Mama, ahogy na, innen elnézem, a maga fejére sose kéne rendszámtábla. Miért? Mert 50 köbcenti alatt nem kötelező.
Remélem, hogy jól telt a húsvét mindenkinek. Fal melléki szomszéd maga mit kapott húsvétra? Elemes bútor. És ki hozta? A Gyuracel nyuszi. Na, hát akkor csapjunk bele. Kedves lakótársak, bizonyára tudják, hogy a háznak nincsen elég pénze a felújításhoz, ezért csak is az imázsunk megtervezésével tehetjük vonzóvá lakónegyedünket, a külső tőke beáramlásához. Itt a szemvége van, ugye? Mert nem látok tőle. Egyáltalán van ennek a háznak történelmi háttere? Hát már hogy ne lenne, hiszen tavaly ünnepeltük a vízvezetékrendszer millecentenáriumát. Sőt, kutatásaim szerint a mosókonyha csöveiben maga vazul öntötte az olmot. Na és mit csinált utána az ipse? Miért maga mit csinálna a forró olmot csöpögetnének az egyik fülébe? Áttenném a mobilt a másik fülébe. Szerintem emberek, itt az imázs tervezés legfőbb része, hogy új elnevezéseket adjunk a háznak. Legyen ezen túl a szenes pince Bricket Stone, a mosókonyha West Tower City, a kattonina tehene Lepény Pláza, esténként a kapuai Pisi Center, a szemét ledobó pedig Csótánc Living Room. Kérem, bizonyára észrevették, hogy már kódolt kaputelefonunk is van. Nekem tegnap este a sötétbe beütöttek egy kódot. Na és miből vette észre? Abból, hogy nem a kapucsengő, hanem a bal fülem csengeti. Én nem értem, csak azt akarom mondani, nekem már annyi mágnes kártya van a zsebemben, hogy tegnap 20 méterről magamhoz rántottam egy fémfogú orosz fejőnőt. Lakógyűlés, lassan el kell döntenünk azt is, hogy ki legyen az új közös képviselőnk. Mivel a mostani mandátuma augusztus 3-ával lejár, ezért legkésőbb július 3-ig ki kell írnia a lépcsőházi fali újságra a lakó bizalmi választásokat. És az egyik forduló sem lesz sikeres? Akkor a házirend értelmében a katonéni tehenét illeti a poszt. Most mi lesz a Rizskából? Lakó búzalmi. A lépcsőházban eddig azt rebesgették, hogy biztos, hogy a fal melléki szomszédot válasszák meg. Én, mint a Magyar Demokratikus Biciklitárolók Fórumának frakcióvezetője, tiltakozom fal melléki ellen, ahogy ismerem újra bevezetni a kapupénzt. Nyugi, én már önként lemondtam a jelölésemről. Engem nem érdekelni politika, én nézni nyáron olimpia. Na most annak idején bajnok voltam az építőknél gerelyhajításban. Én nem érteni építő munkásként miért tudni olyan messzire dobni? Mert azt hittem, hogy lapátnyél. Egyébként a maga unokája hol tanul? Orvosnak készül, csak még nem tudja, hogy fülorvos vagy fogorvos legyen. Hát jobban járni, ha fogorvos lenni. Miért? Mert az embereknek csak 2 füle van, de 32 foga. Ha már a gyerekeknél tartunk, fal melléki kém, hogy a maga fia betört a hadtörténeti múzeumba, és elvitte az összes értékes kardot, hát azon én teljesen meglepődtem. Sajnos az éjség vitte rá. Olyan szegény? Á, de hogy csak karnyelő a nagy cirkuszban. De szép kis családja van, mondható. Maga csak hallgasson, állítólag a maga fia meg benne van a mapiában. Lehet, de még így is jó nevel, gyerek. Miért? Miből gondolja, hogy jó nevel? Abból, hogy a könyvtárban mindig csak hangtompítós pisztolyt használ. Akkor is durva ember lehet. De hogy is durva, még a sportúságot is óvatosan nyitja a szét. Miért? Nehogy kiessen a Ferencváros. Tisztelt lakógyűlés, végezetül hadd említsem meg, hogy a múlt hétig itt a házban működött a főváros legelitebb luxusbordéja, melyet külföldi diplomaták és neves politikusok is látogattak titokban. Igen, állítólag a Li úr bal középső lánya is ott dolgozott. Igen, ott, és mondani sokszor, hogy a magyar férfi politikusok sokkal jobbak kínainál. Mi lennének jobbak? Mert ők nem csak a politikában, hanem a kuplerájban is keményen helytállnak. Bizonyára észrevették azt is, hogy mostában nagyon elszabadultak a budapesti lakás és ingatlanárak. Most egy ilyen normál lakótelepi lakásért akár 8 milliót is el lehet kérni, ha rendbe hozzuk.
A katonéni például a te konyhájáért 7.700.000 kér. De mi ez a 700? A sváb bogarak nyálpótléka. Az enyém lakás is eladó 10 millióért. Na jaj, és miért ilyen drága? Mert lakás bővítést csináltunk. Hogyan? Levakartuk tapétát a falról. Hát bizony jó drága lett a lakás, pedig a miniszterelnök úr is azt mondta, hogy 3 szoba, 3 gyerek, 4 kerék. Ez így igaz. Ha miért lenne igaz? Mert mire összegurizzük a 3 szobát, felneveljük a 3 degyeket, addigra tényleg 4 keréken gurulunk. Hova? Hova? Az intenzív osztályra. Hova? Figyelem, mese következik, de Sinkó Péter tollából jöjjön a De Fehérke és a 7 műtrágya. Itt ájulok el. Egy Cédrus utcai műterem lakásban egy népszerű művészházaspár vendégeként kaptam kávét, tejszínnel, kuglófot, békebeli bazsalikomos linzelt, amit ebből a gyönyörű kovácsolt agyak hamutartóból fogyasztottunk. Elnézést, rágyújtok egy pogácsát. Köszönöm. A lakás maga nem valami nagy. Különösen, hogy mi televíziósok rátelepettünk a négyzetméterekre. Hopp, ja, itt én meg ráültem a kutyára. Érdekes, nem is ugatott. Hogy hívták szegényt? Bélának. Szegény Bélus. Hát most úgy néz ki, mint egy kutyaposzter. Azt hiszem, a vágy szemű tavaszi fesztiváli közönségnek nem kell bemutatnom. Kócsa Magdolna, keramikus, textil, festő és parkettázó művész, és hát feleségét, Pulyáki Kis József szobrászt. Na most mindketten ugye a Hortobágyról jöttetek. Nem, de ugye? Nem, de. A Hortobágyi Nemzeti Parkból én ott dolgoztam, mint halőr, a Józsi meg, mint bika. Az idegenforgalmi hivatal alkalmazta, egész nap bikabőrben ácsorgott a fényképezőgépek előtt. Ájultan érdekes, a rohadt életbe kész vagyok. Hogyan ismerkedtetek meg egymással közelebbről? Egyszer compó számláláson voltam, éppen amellett a halastó mellett, ahol a Józsi legelésze. Beszél, elképzelem Józsit, hogy ott ette a fű. Igen. Aznap véletlenül a piros halásznadrágomat vettem föl. A Józsi meglátta, és így történt a dolog. Ájultan szép, romantikus történet. Én azt hiszem kész vagyok teljesen, de beszéljünk a lakásról. Bár engem mondjuk nem különösebben, de a lakás maga lehetne akár a Népművészeti Múzeum egyik terme. Na most van itt egy gyönyörű kis apró mintákkal díszített bőrdarab. Hogy lehet ilyen gyönyörű szubminiatűr? De baromi álmos. Szóval hogy lehet ilyen mintázatot megcsinálni, Gézám? Hát a régi parasztemberek ismerik ezt a módszert. Úgy hívják, hogy hólyagolás. Az elhányt szőrű kecskebőrt Katalinkor elássák a trágyadomb alá, aztán így és napjára ilyen lesz. Úgy is mondják egyes helyeken, hogy megbatikolta az íjés. Aki megtanul a szagával lakni, annak nagy örömet szerez. Hát nekem azt hiszem évek kellenek hozzá, mert baromi büdös, de van itt egy másik gyönyörű bőrdarab, érdekesen kikész, olyan plakát jellege van. Nem, valahogy a régi országutak hangulatát hordozza, ha erről hallhatnánk valamit. Hát erről már beszéltünk, ez a kutyánk a Béla volt. Hoppá, akkor ez az én kompozícióm. Sajtolt puli. Na most, mielőtt a műsor is ellaposodna a privatizálástól, most rád fordulok, Magdi. Te textil tervező vagy, ugye, Magdus? Na most úgy tudom, hogy több alkotásod is szerepelt a tavalyi nagy Kriszti árverésen, ugye? Igen, árvertek engem. Mely képeidet árverték, Magdi? Ugye szólíthatlak Ildikónak, Bözsikém. Fő vannak írva a nevek, de kész vagyok már.
Természetesen az urnás temetés Dózsa korában című 63 méterszer 42 méteres fali kárpitomat 12 fontért vették meg. Dobom el magam, szép eredmény, szép. Ki vette meg? Egy közületi vásárlón volt, egy nagy nyugati fehér nemű gyártó cég vette meg, hát többet is vettek volna, ha nem lett volna a fali kárpitom annyira spröd. Hát kedves nézők, ahogy elnézem, teljesen kidudorodunk a műsoridőből, úgyhogy pár órára kénytelen vagyok letelepedni a képzőművészetekről. Átadom a képernyőt. Ma este Pulyáki Kis Józsefről és Kócsa Magdolnáról beszéltünk. Mi lehet még hátra? Beszéljünk rólam. Hát, nem tudom most mit mondjak maguknak. Velem minden érdekes, ami történik. A lábam az fáj még egy kicsit. Nem sikerült a doktorim. Kati ajánlott egy új asztalost, meg kellene egy polc a Spice-ba. Ja, vettem egy kacsát húsvétre. A frigiderbe kiengedett. Akkor jöttem rá, hogy nyúl. Hát, más újság nincs velem. Ennyit a képzőművészetekről. A viszontájulásra. Most pedig valaki biztos azt mondja, fogd már be a pofád és jöjjön a jelenet. Hát legyen. Befogom a nyúlszájamat. Kedves hallgatók, itt ájulok a meghatottságtól nedves mikrofonnal. Dr. Spak Dezső professzor úr akadémikus lakásában, aki szakértői tevékenységért a napokban magas állami kitüntetést kapott. Gratulálunk! A 83 éves professzor egyszerű kis kockás házi kabátban nyitott ajtót, és elmondhatom, hogy nagyon friss szellemiség, hál' Isten. Hál' Isten! Kicsoda? Ön, professzor úr, ön. Gondolom az egészséges étkezéstől ilyen friss az esze. Most is éppen répát eszik. Maga is bekapna egy darab. De maga így kicsoda? Én a Magyar Rádió riportere vagyok. Megbeszéltük az interjút. Nem emlékszik? De, emlékszem. És én ki vagyok? Ön dr. Spak Dezső, akadémikus. Maga is akadémikus? Nem, én riporter vagyok a Magyar Rádiónál. Jó napot kíván. Szólíthatom Dezsőnek? Nem. Nem, én Judit vagyok. Dezső Judit, jó napot kíván. Hogy jött be? Most mit akar? Az Anyaföld ütőerén című műsor részére a kitüntetéséről és a szakértői munkájáról beszélgetnénk. Beszélgessünk! Professzor úr, ön pontosan a tudományos élet mely területén szakértő? Én pontosan tudok nyúlszájat csinálni! Igen. Én úgy tudom, hogy a gyapjas lepke invázióval kapcsolatban ad értékes tanácsokat. Úgy van. És hogy a közelebbi szakterülete a gyapjas lepke. Nem így van? De, a gyapjas lepke meg nyúlszáj! Ez a kettő. Jó, de most mi a gyapjas lepkéről beszélgessünk, jó? Jó, beszélgessünk a... Az Állami Erdészeti Szolgálat felmérése szerint az idén nagy gyapjas lepke invázió várható. Ön mit vár ezen a területen? Én ezen a területen főleg a nyugdíjamat vár. Állítólag a minisztériumban az ön tanácsai szerint szervezik a védekezést. Állítólag az én tanácsaim szerint szervezik a védekezést. Na most mi a kérdés? Mert hogy azt mondják, hogy már az idegenforgalmat is veszélyezteti a gyapjas lepke. Nem szép látvány mondjuk a Balatonnál egy kopasz erdő. Ebben a bonyolult témában ön mit tud tenni? Én tudok nyúlszájat csinálni. Elnézést. Jó, de ez hogy jön a gyapjas lepkéhez? A gyapjas lepkéhez ez úgy jön, hogy a gyapjas lepke szőrös, én pedig tudok nyúlszájat! Professzor
professzor úr, ha lehet, akkor szakmai kérdésekről beszéljünk. Jó, beszélgessünk. Ha így csücsöri és mozgatja az orrát vagy a állát, ez itt len, akkor meg... Azt mondja, musz, és az összes erdőterület 15%-a van veszélyben, ez rettenetes! Nem lesz lomba fákon, elmennek a madarak. Mi lesz akkor az erdőben? Akkor az erdőben nyúl lesz! De hagyjuk a nyulat, beszéljünk inkább a gyapjas lepkéről. Jó. A gyapjas lepke a gyapjas lepke félék családjába tartozik. Igenis, ön ennek a témának a szakértője. Az vagyok. A gyapjas lepkének hosszú fülei vannak, és szaporodás között dobbant a lába. Doktor úr, mi lesz az erdőkkel? Ez nagy probléma. Mi lesz az erdő? Ezt most ön kérdezi? Én is kérdezem. Hiszen éppen az ön tanácsai szerint szervezik a védekezést a minisztériumban. De... Nem? Musz. De milyen tanácsokat adott? Jó tanácsokat adtam. Például, ne engedjük a nyuszikákat a lucernásba, mert fölfúvódnak. Focilabdának jók, de nyúlnak már nem. Professzor úr, pihenjünk egy kicsit. Aludjunk egyet. Jó. Hát, ha visszatalálunk a gyapjas lepkéhez, legalább egy értelmes mondatot össze tudok majd vágni a műsorban. Hogy fogadta a család az ön kitüntetését? Jól fogadta. Professzor úr, egyedül él? Egyedül. Szegény feleségem elment. Jaj, részvétem. Mikor halt meg? Még nem tudom. Hogy? 3 órája lement répáért. Olyan figyelmetlen asszony, olyan kicsi, biztos nem vették észre a zebrának, elütötte egy asszony. Nagyon szereti? Nagyon. Piros szemei vannak. Nagyon formás, ilyen kacska lábai. Úgy ugrik, mint a nyúl. Nagyon szép az. A Hugh Hefner, a Playboy főszerkesztője 1960-ban a címlapra akarta tenni, de sajnos nem jött össze. Miért? Nem félt rá. Lelógtak a fülei. Nagyon szeretni. Nagyon. Egyébként egy igazi nagy családból származ. Igen. 47-en voltak testvérek. Professzor úr, térjünk vissza a gyapjas lepkéhez. Hát térjünk vissza a gyapjas. Ha jól tudom, egy amatőr rovargyűjtőnek köszönhető a gyapjas lepkevész. Sejmet akart csinálni a gubójából, és átvitte Amerikába, ahol nem volt természetes ellensége, ezért elszaporodott. Igen, akár a nyulak! Na most a gyapjas lepke gubójából lehet sejmet csinálni? Lehet, de például nyúlbogyóból nem. Professzor úr, hagyjuk a nyulakat. Várjon, tündérke, átjövök magához, mert nem hoztam be az utolsóval. A nyulakat. Azt mondom, hagyjuk! Jó napot kívánok! De maga így kicsoda itt. Kedves hallgatók, az Anyaföld ütőerén című műsor mai témája a gyapjas lepke volt. A téma szakértőjénél dr. Spak Dezső akadémikusnál jártunk. De most már maga megy már, vagy mi? Igen, most már vége az interjúnak. Kár, mert olyan jól elbeszélget. Jöjjön, kikísérem, és közben megtanítok. Valaki mondja már meg nekem, miért a diákok tüntetnek a tanárokért?
azt kellene csinálni, nem kapok normális fizetést. Akkor bemegyek, de csak leszek a gyerekekkel. Nekünk olyan matek tanárunk volt a harmadik és negyedik osztályban, hogy bármiről kérdezhettem, válaszolt kedvezetlenül, ahogy egy gyereknek kell, és nem gondolkodott rajta, max. Egy másodpercet. Azon gondolkodtam, miközben hallgattam az archívumot, hogy ő milyen lehetett egy tantestületi ülésen. Mármint a tanárom. Hát hasonló, mint Gál Völgyi a következő jelenetben. Mi csak itt látok? Egy szomorú tanerő. Üdvözlöm, tanár úr. Bocsáss, letehetem ide a poharam. Kelemen maga késett. Már egy fél órája elkezdtem a tantestületi ülést a vakegérről elnevezett itatási intézményben. Egészségére. Proszit! Hol késett? Hát nem találtam az asztalát, tanár. Én fél órája itt bolyongok, mint egy ilyen kétváltozós mozgófüggvény. Csak az volt a baj, nem nagyon találtam magát. Mondjam, nem volt maga véletlenül az elmúlt egy másfél órában az asztal alatt? Cipőt kötöttem. Hagyom a hülyeségeivel! Magának már rég nincs is cipője, tanár. Hát most kérdezelje, mi történt. Oda megyek egy ilyen cigányprímás kinézetű fogyasztóhoz. Mondom neki, elnézést, uram, ide hány, ide állhatok? Mire a manus olyan sértődött arcot vág, úgy ott hagyja az asztalt, mint zuhban a kongresszus. Hát most tankére, mondjam meg ősz, leprás vagyok én? Nem, matek tanár. Tankére, mi lesz a mai értekezlet témája? De hogy a maga gerincét elnézem, az integrál számítás. Az a baj, hogy nem nagyon tudom, hogy ki vagyok én. Hát én is ki vagyok, de hogy... hogy maga ki ezért fogdossa állandóan az arcát. Hát ez az. Ez az orrom. Ez én vagyok. Ez a homlokom. Ez is én vagyok. Ez az állam. Én vagyok. Ez jó. Az állam én vagyok. Ezt már hallottam valahol. Mondja maga véletlenül, nem egy számtani sor végén levő Lajos? Ki vagyok én? Hagyja már ezt a vágópistáskodást, hát mindjárt csöngetek egy... Tudja, én 25 évet tanítok filozófiát. Van két gyermekem, meg egy rettenetes feleségem. Befutott ember maga. És mégsem tudom, hogy ki vagyok. Nézem a tükröt, mondom, ki ez a pofa? Hát, amit most néz, várjon, megmondom. Ide van írva alája, azt mondja, alkonya vogézekben. Ahhoz képest jó néz ki. Mihez kezdjek? Kirúgva, leépítve. Nyugdíj előtt 5 évvel. Ez a perspektíva. Mi az a pi? Pi? Hát nálam speciál 3,14 század. Ami momentán mondjuk a véralkoholt jelent. Az anya Isten, tudja, hogy mit mondott a különleges jelzéssel ellátott kormányőr az utca emberének? Mit? Hát azt, hogyha nem tetszik, ahogy vezetek, tűnés a járdáról. Nem szégyelli magát? Például tudja, hogy hívják a háromdimenziós szekeret? Térfogat. Térfogat? Mondja, hallott a legújabb biológiai kísérletről? Melyik? Tudja, hogy lehet a libát megtanítani ugatni? Nem. El kell venni feleségül. Én
mondok én, tanár úr, ne suhajtozzon itt, hogy hol a boldogság, mert igenis a nősember is lehet boldog. Csak a felesége rá ne jöjjön. Jó, de mi a boldogság? A maga már ne ígyon többet. A boldogság az nem más, mint a boldogtalanság időszakai közötti szünetek. Na, azt hiszem, magam már totál elborult. Mondja, mit hazudott otthon? Ma hány órája van? 6. Lassan menni kell haza. Az ország összes iskolájában most csöngetnek. És magának. Hány órája volt ma? Nekem csak 1. De azt meg beadtam ma zaciba. Úgyhogy ma fogunk vacsorázni. A háborús infláció, na jó, nem hűltem meg, de a háború valós dolog. Egy ismerősöm mondta, de jó, elfoglalták Bakhmutot, így vége a háborúnak. Mindenhol ezt mondják. Nos, kb. 15 éven vannak Ukrajnában háborúk a szakadárokkal, amit polgárháborúnak is nevezhetünk. Szerintetek hogyan reagált volna a gyors reagálású erők? Azt most meg fogjuk tudni Bajor Imrével társulva. Ja, túlom, halló? Na mondjad! Halló! Na! Gyors reagálású erők! Na és ha igen? Jelentkezze! Hova? Mondja a nevét! Pityu! Másik neve nincs? Pityász! De mi a rendfokozata? Mi a beosztása? Mi lesz már? Valahova felírtam, de nem találom ezt a kurva papírt már. Szóljon a parancsnoknak! Mit szólja? Azt, hogy a kocsis ezredes keresi a logisztikai parancsnokságtól. Milyen gilisztát, vagy milyen? Logisztikai! Jó, majd azt mondom, matek szakkör, mert az könnyebb. Mindegy, csak hívja ide. Oda? Nem! Oda magához! Ja, értem ma, de én nem tudok norvégül. És? A norvég parancsnokság alá tartozunk. De magyar parancsnokuk nincs? De van! Hát ne ugye! Hát ő se tud norvégül. Akkor szóljon neki magyarul! Ja, tényleg. Egy gáz van, hogy nincs itt. Hol van? Nem tudom, de föl van írva a címe. Na mondja! Csak norvégül van. Na figyeljen! Van itt egy nagy probléma. Maguk írtak egy panaszlevelet, ami miatt nálunk kitört a botrány. Nem én írtam. Hát azt nem is feltételezte. Ugye tud egyáltalán maga írni? Ez személyes adat, nem vagyok köteles válasz. Jó. A lényeg az, hogy van egy csomó panasz az ellátással kapcsolatban. Ha nem hiszem, ha milyen panaszok lennének, én szereztem be mindent. Maga? Akkor mondom. Legyen szíves írásban és norvégül. De elég legyen ma! Hát figyeljen, állítólag probléma van a géppuskákkal. Géppuska? Aminek az a hosszú csöve van? Az. Rosszak az állványok, és nem lehet lőni velük. Dehogy nem. Na és milyen irányba? Hát pontosan hátba lehet lőni a sofőrt. Mondja, és lehet mozdítani más irányba is? Persze, felfele is, meg oldaltot is. Há, mennyire? Hát kb. Annyira, hogy el lehet találni még a sofőr fülét. Vagyis használhatatlan. Ne, nagyon jó. Például, ha valaki el akarja rabolni a kocsinkat, annak annyi. Na jó, hát inkább szereljék le, és használják kézből. Nem lehet. Na, miért nem lehet? Azt tartja össze a platót. Az is van a levélben, hogy gyenge a páncélzat, és homokzsákokkal van megerősítve. Na, és ez miért baj? Homok van, bőven árvíz meg nincs, akkor mi a probléma? Na jó, hát maga szerint megfelelő a katonák védelme? Az árvíztől mindenképp. Mi a helyzet a forgalomból kivont golyóálló mellényekkel? Nem is igaz, hogy kivannak vonva a forgalomból, mert azokat a kocsi oldalára rakjuk, s így forgalomban vannak. Ez érdekes. Mondja, mit csinálnak a szabad idejükben? Szoktunk focizni a helyiekkel, mert én szeretem a focit. Ez nem is volt benne.
Na, nagyszerű. Hát, hogy nem szóltak erről? Hát féltünk, hogy a miniszterelnök úr mond valami vicceset. Ez na. Benne van. Örülünk, hogy jó a kapcsolat a helyiekkel. Főleg annak tudatában, amit a levél is problémaként említ, hogy a magyar egyenruha könnyen összetéveszthető az orosszal és az amerikaival. Hát ez inkább előnyös. Mi? Hát háromszor is meg tudunk ebédelni. Hát akkor legalább az élelmezés megfelelő. Na, hát ez a legfontosabb. Most szereztem be például 3 tonna paprikát Marokkóból, nagyon olcsó. Ugyan, lehet, hogy maguk is kapnak felújított T-72-es harckocsikat, mint az irakiak? Hát örül, mint az irakiak. Tudja mit, küldjenek inkább traktorokat, úgy hallottuk, most van bőven. Hát lehet róla szó. Mondja is, milyen fegyverzettel lássuk el? Hát nem fontos, csak legyen rajtuk egy nagyméretű fénykép a mosolygós német Imréről. Az bőven elég. Jó, ha megoldjuk, feltéve, ha nem ütközik a genfi egyezménybe. De van itt még valami, amit nem értek. Mondja, miért rendelt maga napolajat? Hát, hogy ne égjünk le. Na de mínusz 20 fokban? Hát ki tudta, hőmérőt nem rendeltem, hát. Na jó, de miért lejárt szavatosságú napolajat vásárol? Hát, hogy egy kis színünk azért legyen. Na jó, de tisztában van vele? Hogy milyen következményei lesznek ezeknek az erősen vitatható beszerzéseknek? Hát sejtem. Az ezredes úrtól is kell rendelnem valamit. Neked csak, Sanyi. Kollégák vagyunk. Ja, és gyors reagálásúak. Aki nem ismerné Gézát és Gizust, annak most bemutatom Bak Szilviát és Gálvölgyi Jánost. Jézus, nem hallom a tévét, megint gyenge az elem a nagyot halló készülékemben. Rága az elem, tanul meg szájról olvasni. Hát, ahhoz kéne egy jobb szemüveg. Nézzél ismétlést, olyat, amit ismersz kívülről, tudod, aztán majd Béluska hoz elemet. Egész jól keres a Béluska, mint közmunkás. Ki az a Béluska? Hát ki lenne a fiunk? Egyem a zuzáját. Jézus, de ennék egy jó kis zuzapörköltet. Hát majd, ha jön a nyugdíj, abból telik fél kiló zuza. De várom már. Mit mondasz? Mert nem hallom, gyenge az elem, Gizus. Gyere gyorsan, mert most megy a tévében. Jaj, a két pasi meg egy kicsi. Imádom ezeket a vidám filmsorozatokat. Te Gizus, milyen szemüveg van rajtad? Napszemüveg. Másik összetört. De Jézus, ez nem a két pasi meg egy kicsi. Hát akkor mi? Ez a Churchill, a Roosevelt és a Stalin. Ez egy dokumentumfilm. De ott hátul, ott áll az a takarítónő. A két pasi meg a kicsiből, nem az a... Nem, az a Molotov. Én a barátok közben azt a gazember Berényi Miklóst jobban szeretem. Hát nézd meg, Gizus, ez a jáltai konferencia. Itt adták oda Közép-Európát az oroszoknak. Figyelj, most írják alá a szerződést. Ne írjátok alá! Aláírták. Holnap ismétlik, megint megnézem. Hát akkor nem írják alá. Jézus, te nem értesz a politikához? Én nem értek hozzád, apám Doberdónál harcol. Nézd, Jézus, nézd, most szállnak partra Normandiában. Hát mindig drukkolok nekik, hogy sikerüljön. És sikerült? Tegnap igen. Ebben valahogy nehezebbnek tűniknek. De Géza, milyen nap van ma? Kedd. Szerda? Ja. Vagy csütörtök. De jó. De melyik év? Nem tudom, Gizus, de nyugdíjszelvére rá van írva. Az nem az évszám, az az összeg. Már 30 000 tizet írunk.
mit szólsz hozzá, hogy a barátok közben a Balázs szerelmes az apáca jelölt Lindába? Ja, hát az a fontos, hogy 24 éve kimentek az oroszok. Jönnek vissza, állítólag már a spájzba vannak. A spájzba? Még megeszik a diónkat. De Gizus, honnan van nekünk diónk? Péluska hozta, amikor közmunkásként egy diófalat gerebézett. Akkor hozzál nekem egy kis diót. Jó, behozzam a fogadat is. Egyet, nem kell koptatni. Vagy csak úgy szopogatom. Mikor jön a Béluska? Köszönöm, holnap jön. Minden hónapban felugrik 5 perce. Sok dolga van, ott van például az a közmunka. Nagy szerencséje van, hogy belefért a téli közmunka programba. Tanári diplomával, hát még jó, hát. Mindig mondtam neki, emlékszel, hogy tanuljon, mert azoké a jövő. Voltam én ma már kint. Hát persze, minden nap csoszogsz 20 métert a gangon. Hely, ha én úgy tudnék rohanni, mint te. Én nem úgy értem, hogy voltam már kint. Hát ittál már Igmándit. Tudod, hogy nem ihatok alkoholt. Az orvos megtiltotta. Te Géza, én bevettem már a kavintonomat. Mindig elfelejtem. Hát te ilyen feledékeny vagy, szedjél kavinton. Nem nagyon telik már arra se. Már mire? Igazad van, ideje lefeküdni. Várjál még, megnézem a híradót. Minek már, tegnap is megnézted. Akkor most megálljazok. Jézus, én ma elgondolkoztam az életünkön. Arra jöttem rá, hogy van remény. Mert ha ez az év rosszabb, mint a tavalyi, akkor biztosan jobb, mint a következő. Most pedig jöjjön egy igazi klasszikus, ami engem mindig meg tudott nevettetni. Ez egy házasságról szól, amolyan magyar rémrendes család, csak nincs plusz 2 gyerek és kutya. Gálvölgyi János még éljen sokáig, mindenkinek jó életet kívánunk, de hogy itt, bennem él, ahogy Csala Zsuzsa mondja, hogy... Béla! Béla, kezdjünk új életet! Hát kezdjél! Én jövőre felszabadult akarok lenni. Mi már megint jönnek az oroszok. Én személyesen, mint nő akarok felszabadult lenni. Te személyesen? Hát arra kevés lesz a második ukrán hadsereg. Hogy mondtad ilyet? Hát szerintem te Batonyánál meg nemes medvesen is lelógsz. Nem hagyom magam bántani, Béla. Én megvettem a Macsó Nő című újságot. Mit vettél te már megint? A Macsó Nő című újságot. Mi az a Macsó Nő? Tudod, aki a filmekben lő, mint az állat, és fogával nyitja a sört. Te ilyen akarsz lenni? Én önmagam akarok lenni. Légy önmagad, mondja dr. Müller a Macsó Nő vezércikkében. És ezentúl önmagam leszek. Na, vazze, ez is jó kezdődni. Még jobban meghűlt a felesége. Például a szexuális szokásaimon is változtatni fogok. Micsodán, te szerencsétlen. A szexuális szokásaimon. Hát ami évente csak egyszer van, azon hogy lehet változni?
Hogy szokás? Hát mondják azt, hogy tavaszi árvízi szokás. Hát ezt hogy fogsz változtatni? Őszinte leszek. Na, ennek örülök. Nem ejtem víka alá, ha kivállak. Hát ennek nem örülök. Meg fogsz lepődni, Béla, de én közben beszélni fogok. Hát közben eddig is aludtál. De te beszélsz álmodban. A doktor Müller írja, hogy jó az, ha az ember elmondja közben az érzéseit. Azt is, ha közben nem érez semmit. Azért vigyázzam már. Olyan még nem volt, hogy te ne érez valamit. Igazad van, Béla, igazad. A más szemát fokhagyma szagot. Na neki még, mi vár még rám? Bíztatni foglak. Igen? És gondold, az nekem jó lesz a fülembe kiabás, hogy hajrá, Béla! Ilyeneket fogok mondani. Béla, súgj a fülembe valami szépe. Hát ez nehéz lesz, vaze. Vagy éppen ellenkezőleg, mondjál valami mocskosat. Ez könnye, például konyha. Béla, doktor Müller felnyitotta a szememet. Ja, meg a pénztárcádat. Mennyibe kerül ez az újság? 1500. Én vagyok az állat, hogy hagyok nálad koszpénzt. Doktor Müller rávezetett, hogy tudjalak téged értékelni. Na, ennek örülök. Doktor Müller ismeri a férfi szíveket. A tiédet is, Béla. Még kardiológus. Lélekbúvár. Tudja, hogy a te szíved mélyén szeretsz engem. Lélekbúvár. Hát akkor nagyon mélyre merült, hogy ezt megtalálom. Közben meg biztos keszonbetegséget. Most már tudom, hogy te nem cserélnél le soha egy másik nőre. Hát ez igaz. Ugye, Béla? De egy másik televízióra igen. Mi bajod van a tévénkkel? Olyan öregecskedő. Na, ez jellemző. A távirányító nélkül meghalnál egy lakatlan szigeten. Adjám már, jegyezd meg, én befértem volna akármelyik túlélő showba. He. Mi az, hogy he? Doktor Müller szerint, ha a férjünk hülyeséget mond, csak annyit válaszoljuk neki, hogy he. Na most már kezdte lenni a tököm ezzel a doktor Müller. He. Te és a túlélő show. Doktor Müller szerint csak a katona viselt férfi a férfi. Na és? Béla, te nem voltál katona, és most már nem is lehetsz. Csak a meghűlsz, és jelentkezel önkétesnek. Ugyan már csak a katona viselt férfi a férfi. Azt nem mondta doktor Müller, hogy csak a katona viselt nő a nő? Ha. Istenem, a Hódmezővásárhelyi laktanya mellett lakott egy ilyen. Béla, tudod, én mi akarok lenni? Önmagad, és ez rettenetes. Én parázs akarok lenni. Hát kiégeted a fotelt. Doktor Müller szerint a nő parázs. Aha. Parázs, mely örök izzásával adja meg a család melegét. A férfi a tűz, mely lángol és éget, mely pusztít és teremt, és kihúny, és hamuvá lesz. Figyelj, már hívjam a tűzoltókat. Béla! Év utolsó napján se akarsz lángolni. Nem, én inkább berúgnék. Na, ha nem beszélnél annyit. Téged a pián kívül semmi sem érdekel? De, a kaja. És a szerelem? Ez most a virsliről jutott az eszem. Nem, rólad! Mondd, Béla, tudsz még szeretni? Hát, pia kérdése.
Tudsz még mondani nekem szép szavakat? Tudok. Például empiriokriticizmus. És egy picit meg is puszisz. Uborka van? Béla, mondd meg te, kezdjek új életet, vagy ne kezdjek? Hát kezdjél. És mi legyek? Önmagam? Az ne, inkább valaki teljesen más. A műsort szerkesztette Alter Manus, akár Benny Club megbízásából. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.